babam minin irşürük il tanıhanı köpüşürük aksağı tökü doluğa yargı tekim köptürük ayhoy ökinin sakta kaymağı Tiszteltel és szeretettel köszöntöm a Hun Televízió nézőit Sorsunk Alakítói című műsorban. Bemutatom barátomat, dr. Solti Gábort, akit meglehetősen régóta ismerek, biokultúra elnököt ismertem meg sok évvel ezelőtt. Kedves Gábor, arra kérlek, hogy légy olyan szíves, vázolt, hogy mik voltak az előzmények, mielőtt te ökotermesztéssel, ökotermesztés szervezéssel kezdtél foglalkozni, és ez egy kicsit arról is, hogy te közvetlenül vezetőként is, de gyakorlati emberként is milyen területeken hát kutattál, mozogtál, hol értél eredményeket. És hát ugye főleg arról szeretnénk beszélni, hogy mik a jelenlegi helyzetek a jellemzői, mik azok, amiken változtatni kéne, melyek azok a problémák gyökerei, amik miatt ugye hát akadoznak a dolgok. Most én nem a világválságra, meg a devizahitelre gondolok, mert azok is, de egész konkrétan ezen a területen, az ökotermesztés területén, és hogy hogyan lehetne változtatni, és hát hogy lehetne, hogy úgy mondjam, más pályára helyezni, arról a pályáról a dolgokat, ahol ugye láthatóan ott akadodik és nem megy. Úgyhogy hát átadom a szót. Nagy tisztelettel köszöntöm én is a Hun TV nézőit, és köszönöm a meghívást ide a stúdióba. És ahogy kérdezted, hogy kerültem én be a biomozgalomba, mert foglalkozásomra nézve én geológus vagyok, Ötvös Lórán Tudományi Egyetem geológus szakán végeztem, és a Magyar Állami Földtani Intézetben kutatóként dolgoztam. Ennek a tevékenységemnek kapcsán 1973-ban egy olyan szerencse részese lehettem, hogy egy teljesen új nyersanyagot fedeztünk fel a Balaton felvidéken. Ez a nyersanyag, amit mi alginitnek, algakőzetnek neveztünk el, ez jelentősen megváltoztatta a szakmai pályafutásomat, mert kiderült, hogy ez az algakőzet, ez Magyarországon korábban ismeretlen volt, de a világon is azóta is csak a Kárpát-medencében találtunk olyan vulkáni krátereket, amelyben ez az alga kőzet keletkezett. De ez mikor keletkezett? Ugye nem amikor a láva? Nem. Ez nagyon röviden, egy ilyen 3-4 millió évvel ezelőtt, amikor a Balaton felvidéken a Tátika, a Diszel, a Badacsony, Hegyest, Kaphegy, ezek kitörtek, akkor keletkeztek olyan vulkáni kráterek, amelyek a vulkanizmus elcsendesedése után krátertavak töltöttek ki. Most miután a vulkáni anyagoknak igen nagy a mikroelem tartalma, ezért ennek a málása a krátertavak vizét nagyon tápanyag gazdaggá tették. És ebben a tápanyag gazdag vízben elszaporodtak az algák. És ezek az algák olyan tömeges mértékben szaporodtak el, hogy ezekkel a bazalt tufának a szervetlen alkotó részeivel elegyedve és idézőjelbe több millió évig komposztálódva egy algakőzet jött létre. Ez milyen
Mi ez a, vagy milyen, meg milyen? Ez egyes, mert aztán Magyarországon 4 ilyen krátert találtunk, amelyben algakőzet van, az összes készlet több mint 100 millió tonna. Van, ahol 40-50 méter, a legnagyobb vastagsága van, ahol 60-70 méter. És ez hol van a kiemelője? Nagyvázsony mellett Pulán, ez Veszprém és Tapolca közötti út mentén van, és Sárvár mellett Gércén. Valamint ugyancsak a Kemenes háton, Egyházas keszőn és Várkeszőn. És ezt bányásszák? Ezt bányásszák Gércén is, és Pulán is bányával feltárták. És a kutatások igazolták, bebizonyították, hogy ez rendkívül jó talajjavító anyag. Ez egy laza, morzsalékos, földszerű anyag, és kitűnő talajjavító tápanyag után. És mennyire költséges a kitermelés? Hát, felszíni bányában termelik, tehát hogyha azt mondom, hogy jelenleg most Pulán 1 tonna alginitet teherautóra rakva, megőrülve 6000 forintért meg lehet kapni, akkor ez... Plusz állítás? Nem, csak teherautóra rakva, aztán és akkor ki hova akarja elszállítani. Ez követően milyen terület, mekkora... felületet. Hát mi úgy javasoljuk, hogy négyzetméterenként egy 2-3 kilót célszerű felhasználni, és ez kb. 2-3 évig biztosan kifejti a hatását. Nekünk a Duna-Tisza közi homoktalajokon voltak olyan kísérleteink, amik bizonyították, hogy egyszeri adaggal 4-5 év múlva még mindig jelentős terméstöbletet értünk el. Tehát, aki mondjuk az algétről akar bővebbet, az a honlapunkon, a sárközibio.hu honlapon bő ismeretet kap. Abban az időben nagyon komoly mezőgazdasági kutatások folytak, és ezek a kutatások az én szakmai pályámat is meghatározták, hiszen a Magyar Állami Földtan Intézetben az én szakterületem volt azoknak a kőzeteknek, ásványoknak a kutatása, amely a mezőgazdaságban és a környezetvédelemben felhasználható. Ebből doktoráltál? Ebből doktoráltam. Konkrétan? Konkrétan Várpalota mellett egy ilyen diatómás, algás összletnek. Mi az a diatóma? A diatóma az kis kovaalgák. Kovaalgák. Hát bocsánat. Diatomitot azt is használják a mezőgazdaságban, például a raktározásnál. Gabona közé keverik, és akkor így. No, és hát így figyelt föl rám dr. Györfi Sándor, a biomozgalom egyik megalapítója, és meghívott előadást tartani a Biokultúra Egyesületbe. És nagyon megtetszett annak az egyesületnek a munkája, szellemisége, és én is csatlakoztam hozzájuk. A Biokultúra Egyesületben az én szakterületem volt a talajjavítás, tápanyagutánpótlás. Tehát innen volt az út a geológiától a ökológiai gazdálkodás. Előtt az intézetben milyen pozícióid voltak? Én mindig kutató voltam. Kutató voltam. Vezető kutató voltam? Hogy mutatod? Hát, ez hosszú lenne ebbe belemélyedni. Talán egyetlen mondata aztán, de hát a mai beszélgetés nem is ez a témája. 20 éves koromban a főnököm behívott egy irodába, és hosszan ecsetelte, ha belépek a pártba, akkor minden kapu megnyílik előttem. És egy olyan 2 óra múlva mondtam, hogy most már kinyithatja az ajtót, mert megegyeztünk. Azt kell mondanom, hogy tartották a szavukat, mert 30 évig, amíg a Földtan Intézetben dolgoztam, én semmilyen beosztást nem töltöttem be, de úgy érzem, a teremtő kárpótolt azzal, hogy egy olyan felfedezésnek lehettem a részese, amely olyan szakmai eredményeket adott, olyan örömet adott a munkámban, amelyet állítom, hogy semmiféle beosztást nem pótolt volna. Biztos.
Én is kutató szeretném. Igen, tehát így dolgoztam. Annyit kell mondani, hogy dolgozni hagytak. És így aztán a biomozgalomba is bekapcsolódtam. 99 és 2001 között a Biokultúra Egyesületnek voltam az elnöke. És amikor az egyesület egyik alapító, a Sárközi professzor, az Egyesület Örökös Tiszteletben elnöke 2000-ben elhunyt, akkor arra gondoltam, hogy egy olyan fantasztikus, nagy tudású, karizmatikus személy, mint amilyen ő, az emlékét meg kell őrizni, és azt a szellemiséget, amit ő képviselt, a magyarság tudata, a tudomány területén betöltött szerepe, életútja, hogy ezt őrizzük meg, és vigyük tovább, és létrehoztunk egy alapítványt, amelynek a neve Sárközi Péter Alapítvány a Biokultúrája. Ennek most már 11 éve, az alapítvány nagyon komoly eredményeket ért el. Ahogy említettem is, a honlapunkon bő információ áll rendelkezésre. A Sárközi Bio, Y-nal Sárközi Bio egybe.hu. És vissza lehet nézni, tehát, hogyha véletlenül ennek ellenére, igen, akkor vissza igen. Az egy internetes tévé. Úgyhogy többek között célul tűztük ki, hogy ápoljuk és erősítjük a határon túli biokultúra, ökogazdálkodási szervezetekkel a kapcsolatot. Ehhez tudni kell, hogy 2000-ben még a Biokultúra Egyesület keretén belül 63 helyi csoport tevékenykedett. Ez az országban 63 különböző helyen, különböző településen lévő öntevékeny klubokat jelentett, és határon túl pedig 13 helyi csoport volt, délvidéken, felvidéken. És ezeknek a határon túli csoportoknak a összefogását tűztünk ki célul. És 2011-ben 10 év kellett ahhoz, hogy meg tudtuk alapítani a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségét. Meg kell mondani, hogy korábban minden ilyen tevékenységünket, ahol tudták, akadályozták. 2011-ben a jelenlegi vidékfejlesztési miniszter, dr. Fazekas Sándor miniszter úr támogatása tette lehetővé, hogy megalapítottuk a szövetséget. Ő ennek fővédnöke volt, személyesen is részt vett, elsőként írta alá azt a biokartát, amely ennek a szövetségnek az erkölcsiségének, szellemiségének a rögzítése, megfogalmazása. És az elmúlt egy évben a szövetséget bejegyezte a bíróság, 5 országból 11 alapító szervezet hozta létre, most már 16 tagunk van. És dolgozunk azon, hogy a szövetség stratégiájában megfogalmazott célkitűzéseket megvalósítsuk. Így például az egyik legfontosabb, hogy összegyűjtsük a Kárpát-medencében, a magyar lakta területeken a mezőgazdasághoz, kézműves iparhoz kapcsolódó hagyományokat, ismeretanyagot, ezeket rendezzük és közkincsé tegyük a korszerű internetes technikák révén. És kikérdezitek a még élő idős gazdálkodókat. Igen, ez is hozzátartozik. Amikor még nem volt ilyen begyszerezés. Igen, ez is hozzátartozik, hiszen, ahogy mindig el szoktuk mondani, ez a biogazdálkodás, ez nem valami újkori úri huncutság, hiszen évszázadokig az emberiség szintetikus vegyszerek nélkül termelte meg az élelmiszerét, tartotta állatait, készítette ételeit.
Nagyszüleink még mindenki biogazdálkodónak tekinthette magát, ha nem is így hívták. Most nem tudnak mit se az emberek, hogy kötelezik őket, hogy csatornába menjen, amit megettek, és ami kiadjon, kételek venni a vegyszereket, úgyhogy van ebben ráció. Igen, igen. Megy a tengerbe a borzasztó nagy érték, ugye a mezőgazdaság egy óriási érték, az a sok anyag. Igen. És akkor lehet valamit csinálni, persze, megmondják nekik, hogy NPK műtrágya, akár jó, akár nem, kísérletek. Semmit se érnek, amit csináltak. Mi kísérletek mutatták, hogy teljesen rosszak a előírások. Igen. Tehát ott kéne kezdeni, hogy akkor maradjon itt, ami van, igen, ne menjen el állatban. Vissza a természetes önfenntartó gazdálkodáshoz, mert vissza lehet térni, amit bizonyít az is, hogy egyre többen használják ki a kiskertjeikben a zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés lehetőségeit. Örömmel látom én is, hogy az emberek most már tuja helyett azért inkább gyümölcsfákat ültetnek, és próbálnak megismerkedni a gazdálkodás örömével. Ehhez szeretnénk mi segítséget nyújtani, hogy ezt a gazdálkodást segítő ismeretanyagot biztosítsuk nekik. Most a Biokultúra Egyesületnek a feladatait te áthoztad tulajdonképpen az alapítványba, vagy hogy van? Mert nem, ott valami egész más van most, mint annak idején, amikor téged megismert. Továbbra is ellenőriznek, vagy jogosítványokat. Továbbra is működik a Biokultúra Egyesület jogutódja, a Magyar Biokultúra Szövetség. Működtetnek egy ellenőrző szervezetet, amelyik ellenőrzi az ökológiai gazdálkodást. Mi ez? Ez valami KFT? Igen, ez az KFT. Hogy egy korlátot felelősi társaság, az ellenőriz. Nekem úgy nem jön össze, hogy korlátot. Szóval most, hát, most lehet, hogy vissza egy kicsit, igen, szóval a bögyönben van valami, tudik, két dolog pontosabban, hogy írtak egy cikket, hogy a kálisó a műtrágyászat a biogazda. Hát bocsánat, a legnagyobb méreg volt mindig is, és az a műtrágyazott növény mérgezi az állatot és az embert is, hát a méréseim szerint is, szlovák kutatók mérései szerint is. Soha nem volt jó, tehát akár kibértes valami. Most én nem akarok belemenni nagyon sem ebbe a szakmai vitába, sem a Magyar Biokultúra Szövetségnek a tevékenységébe, vagy az ellenőrző szervezetnek a tevékenységébe. De átvettél, onnan áthoztál dolgokat, nem? Nem, az alapítvány és a szövetség az egy teljesen új alapokon, de tény az, hogy azt a szellemiségét, azt az erkölcsiséget, azt az elveket, amelyet még a hagyományos 1983-ban megalakult Biokultúra Egyesület alapítói képviseltek, azokat mi tovább visszük. Én és mindig nagyon jól éreztem magam, láttam, hogy csupa rendes gazda van ott, értelmesek, akarnak és hazaszeretőek. Tehát mindenképpen reagálni kell arra a helyzetre, amin van most Magyarország, mert azt kell mondani, akár a Kárpát-medence országaiban, vagy akár a volt szocialista országok összehasonlításában, mert azért mondom, mert ők velük együtt volt közös 50-60 éves múltunk. Magyarország az élvonalból az utolsó helyre csúszott vissza. Tehát itt mindenképpen meg kell vizsgálni azt, hogy amíg Nyugat-Európában egy rendkívül dinamikus fejlődése van az ökológiai gazdálkodásnak, nagy a kereslet a bioélelmiszerek iránt, az egészséges, szintetikus vegyszerek nélkül megtermelt bioélelmiszerek iránt, addig Magyarországon az elmúlt 8 évben stagnál. Százalékosan körülbelül hogy néz ki a bio? Százalékosan körülbelül úgy néz ki, hogy az Európai Unióban a mezőgazdaságra művelt területnek egy 5%-án van ellenőrzött ökológiai gazdálkodás. Itt a szórás természetesen nagyobb, ott csak a szomszédos Ausztriát vegyük alapul, ott 20% már a mezőgazdaságra művelt terület. De a velünk hasonló történelmi múlttal rendelkező Csehország, Szlovákia, ott 10%. Magyarországon 2,5%. És ahogy mondom, 8 éve stagnál. Tehát nem emelkedett a terület. És ez egy
komoly problémát jelent, hiszen az a Románia, ahol 2000-ben indult el az ökológiai gazdálkodás, 2000-ben, 2001-ben hozták meg az első rendeletüket, most már 450 ezer hektáron folyik. Ez hány százalék náluk? Ez náluk körülbelül 3-4 százalék, mert nyilvánvalóan nagyobb területnek, nagyobb a mezőgazdasági művelete, de itt inkább a dinamizmus szeretném érzékeltetni, hogy a volt szocialista országok közül, amelyek az unió tagjai, az a 10 ország, ott a növekedés üteme az 70%-tól 500%-ig. Magyarország. Már mihez képest? A 2004-es állapothoz. Képest, tehát amikor 2004-ben az uniót bővítették, és ezeknek az országoknak a nagy része akkor belépett. Ahhoz képest, tehát 2004-hez képest 2010 év végén több 100%-os volt a növekedés a 9 országban, Magyarországon 0,3%. Miben látod az okát? Hát te belelátsz. Tehát igen, itt... Vezetés? Európai Unió akadályoz minket? Az unió azért nem lehet mondani, hogy akadályoz, mert azért a másik 9 volt szocialista ország is ugyanabba a cipőbe jár, mint mi. Tehát hogyha ott ilyen dinamikus növekedés volt, akkor nálunk ez miért nem lehet? A támogatás kérdése sem jelent, hiszen ugyanúgy ezt a támogatást megkapja Magyarország is, mint a többi ország. Itt olyan vezetési és szemléletbeli problémákat látok, amelyet most a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége szeretne feltárni és megfogalmazni. De ha megkapjuk a támogatást, akkor mi? Akkor nem kértük? Vagy ellopják a pénzt a pályázatoknál? Hát valami munkának kell lenni. Hogy látod ezt, hogy százalékosan nem mondjuk neveket? Hát mert valami, hát ha megkapjuk, akkor vagy nem kérjük, vagy ellopják. Itt nem... Az ökológiai gazdálkodásnak a válsága az nem egyértelműen az én megítélésem szerint a támogatás nagysága vagy nem nagysága. Ez egy olyan komplex kérdés, ahol személy problémák, üzleti szempontok, az ellenőrző szervezetek helyzete, tehát ezeket... A személyi problémát, hogy gondolod, az oktatásban, a minisztériumban? Hol lát személy problémát? Jó, hagyjuk most ezt a Biokultú Egyesületet, mert te ott voltál, nem akarok... Nem akarok, igen, nem is inkább a... De a minisztériumi vezetés... Inkább a lehetőségekről beszéljünk, hogy igen, milyen... Igen. De az okát, szóval azt mondom, meg kell nézni, mi az oka, és akkor mit lehet csinálni, tehát... Csak egy példát mondok, most a minisztérium részére feldolgoztuk, hogy a környező országokban mi a minisztérium ellenőrző hatósági feladata, hogy viszonyul az ellenőrző szervezetekhez, és szinte mindegyik országban, a minisztériumban egy erős, koncentrált szervezet, egy főosztály vagy egy osztály, és egy olyan személy van megbízva ennek a felügyeletével, aki egy személyben átlátja az egészet. Tehát mi most azt javasoljuk, hogy ezeket a tapasztalatokat a magyar minisztérium is vegye át. És én úgy érzem, hogy ahhoz, hogy kilábaljunk ebből a válságból, teljesen új alapokra kell helyezni a mozgalmat is, mert eredményes ökológiai gazdálkodás, az ökológiai gazdálkodásnak egy dinamikus fejlődése nem képzelhető el egy háttér széleskörű mozgalom nélkül, amely mozgalmat már a kiskertekbe kell elkezdeni. Tehát mi kidolgoztunk egy olyan gondolatot, amit úgy neveztünk, hogy a magyar biokert, hogy a falvakban, a kiskertekben ismertessük meg, tanítsuk meg az embereket, hogy hogyan lehet egészséges, biominőségű élelmiszert előállítani. Mert másokkal ellentétben én azt vallom, hogy nem csak az a bioélelmiszer, amelyről van egy certifikát,
egy igazolás, hogy az ellenőrizték, és az bioélelmiszer. Hanem bioélelmiszer az, amelyet a biogazdálkodás, az ökológiai gazdálkodás feltétele, rendszere szerint készítettek. Ugyan, ha nem ellenőrizteti magát, akkor nem kap certifikátot, nem tudja eladni bioélelmiszerként. De ő eszi. De ő eszi meg, családja eszi meg, rokonsága fogyasztja el, és tudja azt, hogy ő hogyan állította ezt elő. És tudod, ha ma például valakinek van egy pár kecskéje, hogyha ugye több tej van, mint amit el tud fogyasztani, akkor rákényszerítenek egy tejüzemet, egyébként nem engedik ki a piacra. Ha mondjuk csinál egy klubot a családtagokból, ugye, és akkor megisszák a saját kecskéjük, akkor senki nem szól bele. Mint ahogy a háztartásban is. Igen. Meg, hát én egyébként nagyon mondanám azt, hogy érdemes volna ilyen klubokat is csinálni, önállátó klubokat. Hát ahogy említettem, nem kell túl bonyolítani. De ahogy említettem, 3200 önkormányzat van, mindenütt kéne. Hát ahogy említettem. Nem lehet, hogy Pesten csinálunk egyet. Mondtad, hogy velük beszélgetünk, hogy ugye itt van még egy ökopiac, ami működik, már alig van. Igen. Hát akkor nem, mind 3200 valány településen ilyen klubokat, lássák el magukat, és a felesleg menjen ki a többi a piacra. Igen. Ha pedig valaki ebből üzletszerűen akar gazdálkodni, akkor azt mondja, hogy bejelentkezem valamelyik ellenőrző szervezethez. Magyarországon akkor, két ellenőrző szervezet van, és akkor ő már jóval nagyobb áron el tudja adni a bioélelmiszerét. De hát azért itt van rengeteg ember, lenne piac, az a baj túl költséges, ahogy az előbb beszélgettünk, ugye, most nem csak visszaidézem, hogy amíg a biogazda el tudja adni külföldön sokért, addig nem fogja itt eladni, mert ugye kereskedelmi szellem az. Tehát ezért mondom, sokkal bonyolultabb a probléma, mint hogy most egy ilyen igennel vagy nemmel lehessen válaszolni a problémákra, de addig, ameddig Magyarországon megtermelt, ellenőrzött bioélelmiszer 80%-a külföldre kerül, akkor miről beszélünk, hogy fogyasszon minél több ember bioélelmiszert, hát nincs meg az áruallap. Én nem tudok valamit, meg kellett betudod-e, hogy körülbelül hány embernek van kertje, vagy hány, hogy is mondjam, a 10 millióban hány ember él úgy, hogy van kert? Nem tudom, mert van egy város, igen, itt a Budapesten, van itt is kert. Nem tudom, de én megítélésem szerint most több. Fele? Nem tudom, körülbelül felének. Hát, akik a falban laknak, akik a városoknak a külterületén laknak, tehát nem a panel házakban lakókra, hanem akár már Pesterzsébeten, Kispesten, persze, vannak kertek, mindenhol vannak hát kertek. Én alatt ott is termesztettük. És engem nagyon megfogott Edmond Székely Bordónak a munkássága. Ő a kolozsvári unitárius püspöknek volt az unokája. És ő tanulmányozta az esszénusok gazdálkodását, és ő leírta, hogy egy négy tagú családnak a saját élelmiszer ellátásához egy 2500 négyzetméternyi terület elegendő. Ez biztos így van, hogyha ugye nem húsevő. Igen. Hát nyilvánvalóan ezen nem lehet sertés-szarvas marhát tartani, de mondjuk tyúkok beleférnek. Vagy egy póni, vagy egy kecske. Most azért, ha a Székely Edmond szóba került, azért én szeretném azt mondani, hogy el ne higgye valaki neki, hogy nem kell sózni. Mert ez tele van a könyvről, és sok káliumot kell, ezt el ne higgye, mert meghalok ezt elhiszni. Lehet, most, hogy nem próbáltak. Most nem tudom, de téged érzékeny érintek káliumot. Most én nem erről. Nem ez. A terület nagysága, ami... És ha belegondolunk, hogy a kommunista diktatúra alatt a falusi emberek háztáiként kaptak egy fél holdat, tehát 800 négyszögből 2500-3000 négyzetméter, és ebből ezen a területen a falusi emberek megtudták a saját burgonyát, hagymát, paprikát, zöldségfélét, gyümölcsöt. Hát meg még tenni. Volt a bőgészés, aratás után sokzsát, kukoricát. Tehát valós ez, hogyha megfelelő szakértelemmel, és nem kell bele rokkanni, mert 2-3 órás napi munkával meg lehet ezeket termelni. Nyilvánvalóan akkor szükséges az, hogy a gazdaságban megtermelt szerves anyag az visszakerüljön. Tehát komposztálás trágyaként a földbe.
a megfelelő vetésforra, és nem a csatornába, igen. Tehát én szerintem ezért is tűztük ki célul, hogy összegyűjtjük, feldolgozzuk azokat a régi mezőgazdasági termelési hagyományokat, amellyel még az idős generáció rendelkezik. Igen, és én nagyon örülök neki, hogy a miniszter urat rendszeresen ugye meghívod és jön is, mert ez... látom, hogy a szakértőknek ott kellene lennie, ahol a vezetők vannak, hogy ők megtanulják. A vezetők akkor valamit meg tudnak tanulni, hát ő is jogász, ha jól tudom, ugye? Igen, elsősorban. Igen. Hát honnan de, tudná? De gazdálkodik is, amennyire én tudom gazdagodni. Igen, hát ez a lehetőség abból adódik, hogy a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségével a miniszter úr idén ősszel stratégiai együttműködési szerződést, megállapodást kötött. Ennek a jelentőségét abban tudnám érzékeltetni, hogy az országban 14 országos szervezettel kötött egy stratégiai együttműködési megállapodást. Tehát így most a biogazdálkodók, az ökogazdálkodóknak megvan az a szerződésben, együttműködésben szabályozott lehetősége, hogy a problémáinkkal mi közvetlenül fordulhatunk a miniszter úrhoz. Hát szerintem érdemes lesz nekünk is leülni, mert nekem van egy ilyen 11 eltitkott sőzfiók, amiben most már említettem neked. Beszéljük és kérjük tőle segítséget, és mondjuk meg a megoldást is, mert ugye a problémákat mindenki tud mondani, de hogy kell megoldani. Tehát mi keressük. Tehát pontosan ez az együttműködési szerződésben foglaltak alapján mi most megkeressük azokat a civil biokultúra, ökogazdálkodással foglalkozó alapítványokat, egyesületeket, szövetségeket, és felajánljuk azt az együttműködést, amely lehetőség abban rejlik, ami a miniszter úrral, a vidékfejlesztési minisztériummal kötött a szövetség. Tehát államtitkár is volt ott a munka, helyettes államtitkár, aki felelős. Igen, igen. Milyen nagyszerű volt, én mondtam neki, hogy rá kéne inni, hogy a műtárgyában konyhasóban nem venné meg senki. Ugye, hol tudnám elmondani? Írok egy levelet, eltűnik. Igen, tehát ezek a lehetőségek, és ugyanígy be tudok számolni arról, hogy a minisztérium ősszel megrendezte a határon túli civil szervezetek tartott kerekasztal beszélgetéseket. Ilyen kerekasztal beszélgetés volt a székelygazdákkal, a felvidéki, kárpátaljai, délvidéki, muravidéki, burgellandi gazdaszervezetekkel, civil szervezetekkel, és ezekre a találkozókra a minisztérium minden alkalommal meghívott bennünket, Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségét. Erre gondoltam, hogy legyenek ott, akik konkrétan dolgoznak. És így konkrétan tudjuk őket tájékoztatni a felmerült gondokról, tudunk javaslatot adni a megoldásokra, és én úgy érzem, hogy a biokultúra mozgalomnak, az ökogazdálkodásnak nem volt még ilyen lehetősége, mint ami ebben a stratégiai partnerséggel mi rendelkezünk, és ezzel nagy felelősséggel élni is kell. Szóval úgy látom, nem is annyira az kell, hogy pénz legyen, hanem hogy hagyják az embereket csinálni a dolgokat, és ne terheljék túl. Tehát például adókkal. Hát aki felhasználja a saját szennyvizét, azt megbüntetik. Miközben a műtárgya meg van engedve, és azért büntetik meg, hogy a szennyvizével elszennyez a talaj. De dehogy szennyezi, hát onnan jött, oda visszatette. Ugye most miért kell megbüntetni? Ugyanott meg van engedve a műtrágya. Hát ez egy rendeleti csalás egy ilyen. Tehát én minisztériumban is elég sokat dolgoztam, és ezekkel foglalkoztunk, annak én már 90-ben mondtuk ezt, hogy túlcsatornázzák a országot, nem kellene drága ilyen házi emésztő, beton emésztő medenceseket, két aktás főtfalú, vagy ilyen lyukacsosan rakott téglás, főtfalú emésztő átvezetik, fát ültetik, én volt barátom, aki fűzfát tett oda, sosem, de meg ugye a vizes része neki. És akkor 4-5 éveket körben a fák koronája köré ki kell tenni össze. Apám is ezt csinálta. Miért kell ezt nagyon komplikálni? Az ő apja is ezt csinálta, létrán ott volt, táborpíró. Ő is ezt csinálta. Miért kell agyon bonyolítani a dolgokat? És ezeket a régi, bevált dolgokat mai technikával persze kell segíteni. Tehát például, hát
Ma már ki, el lehet vinni a fák alá egy zacsi vattyúval, és ezt az ürüléket nem kell, hogy apám csinálta, hogy egy ebbőbőrre. Hát ezt meg lehet oldani. Hát igen, ez a túlszabályozása, és talán értelmetlen is, hogy kis falvakba is ráerőltették az emberekre a csatornázást, ki kellett fizetni a csatornadíjat, most fizetni kell azt a csatornadíjat, ami az elfogyasztott víznek megfelelő, közben mindenki tudja, hogy a csatornában annak a vízmennyiségnek csak egy része. Általában ugye jó ismert matematika professzor, ugye Kecske tartó barátunk, ugye, kapott az árvízből, és hát a házát azt meg lehetett ugye a metrede építette. Márkat nem adták, nem akarták neki kiadni az engedélyt, a lakatási engedélyt, mert hogy a kútba túl sok az arszén, képzeld el. Úgyhogy majdnem nem tudta visszafizetni a hitelt emiatt, képzeld el. Mert ha ugye nem tudja használni, akkor legnagyobb bajok. Mert az feltétel volt, hogy megszerezze a lakatási engedélyt. Hát mondjuk főtaláltuk magunkat, csináltam neki egy desztillálót, és bevitt a vizet, hogy ő ezt iszta, és ez összegyen desztillálót, visszanyerő desztillálót. De hogyha őt akkor rákényszerítik, hogy emiatt vezesse oda nagyon, mert ugye tanyaszerűen is Jóska barátok, hát ha oda veheti, akkor miből fizetni, és akkor még utána mibe fog az kerülni. Tehát nagyon, nagyon egyetértek a miniszter úr az, hogy a tanyarendszereket kellene. Van egy segíteni, de nem csak szóval, és nem is annyira hitel, hanem ilyenekkel, hogy ne büntessék. Tegyék lehetővé, hogyha ő ott megél, akkor ne vigyék azt a keveset, amit esetleg be tudsz szedni, pénzt is adó. Van egy kedves tanyásgazda barátunk, Lajos István Gátéren lakik, 11 gyermeket nevel. Ő egy olyan tanyán lakik, ahol nincsen villany. És ő kidolgozta, hogy a lovaknak az újra alkalmazása a tanyasi gazdaságban. Uh-huh. Ez némely embert meglep, mert azt mondja, hogy most akkor visszatérünk a középkorba, hogy lovakkal. Nem. Ugyanakkor az is elgondolkodható, hogy mondjuk ahhoz, hogy két zsák takarmányt elszállítson, ahhoz neki miért kéne bekapcsolni a nagy traktorját? Vagy venni 34 millió üveget. Tehát a másik pedig, hogy egy lótartás nyilvánvalóan azokban a tanyákon, azokban a gazdaságokban, ahol a gazdának amúgy is van affinitása, állatszeretete, lószeretete, vagy nagyon sokféle kihasználtsága lehet a lónak, akár lovagoltatástól kezdve. Hogy a Magyarországon a lovas program, ami most kiemelt kormányprogram is, ne csak a lovagoltatás, a gyógylovagoltatás, a sportló használata legyen, hanem kapjon teret ezekben a gazdaságokban, elsősorban tanyavilágon újra a lótartás. De hát azért nagyon kassz az a lovagoltatás, és már egyszer meghívtál. Hogyne? Ahol a miniszter úr ott szemben voltam. Hát Pilis Csabán is van egy lovas. Kassz volt a gyerekek, milyen boldogok. Igen, Pilis Csabán is van egy cserkész lovas központ, ahol az én unokáim is ott lovagolnak. Nyugodtan reklámozhatjuk, és nagyon jó. Igen, és lehet használni, de ugyanakkor ezeknek a faluhelyen tartott lovaknak a komplex kihasználási lehetősége. Tehát amelyik alkalmas, azt ugyanúgy az iskolai lovagoltatási rendszerbe is be lehet vinni, de ugyanakkor lehet... Meg életteret lehet biztosítani a lónak, hogyha hagyjuk őt dolgozni is. Úgyhogy, tehát nem túl terhelve. Ugye? És ez az energiaellátás, amit szeretem volna ezt egy pár szóval itt vázolni, de azért mondom, hogy régen volt olyan, hogy malmot hajtottak ökrök lovak erejével, ugye? Volt olyan, hogy úgy hívták, hogy keringő, egy függőleges csapágyazott tengely, 14 méteres út, és ott rá volt akasztva, amit nem kocsit húzott, hanem ezt húzta az egy vagy két ló, és ment körbe, és hajtotta a malmot, és őrülte, amit kellett. Hát most ehelyett most rá kell tenni generátorokat, rá kell tenni légsülítőket, és az az, hogy megkapcsolja a mosógépet, addig a ló sétál, és megy a mosógép, tehát akkor nincs az a probléma, hogy ugye nagyon sok napelemmel lehetne csak a mosógépet működtetni. Igen. És akkor rengeteg akkumulátor, és akkor sok többek kerül az egész, mint a rá kell. Nem. Amikor sok áram kül, akkor megy a paci,
És egyébként vizet is lehet bontani a termelt áramlakon, a hidrogén, lehet hidrogénnel hajtott motorokat csinálni, autókat, traktorokat, tehát erre az irányba lehet menni, és kisgépeket is. Ugye? És akkor a lónak is van élettere, és nem kell őket agyon dolgoztatni, egy-két órát sétálnak ott, egyébként is sétáltatják ilyen lovaldákba lovakat. Látom, onnan jutott eszembe, hogy sétáltatják, hogy mozogatni a lovakat. Csak mondták, hogy néha meg kell fordítani, ugye, nem ugyanakkor átépval egyik lábával, egyik oldal, mint a másikon. És ez szinte nulla költséggel lehet energiát termelni, nagy, sok energiát, mert elmegy a bontó, azt vesz autógenerátorokat, amit ott fillére kér, bocsavas árban meg. És a másik, hogy olyan elfelejtett szakmák, foglalkozások is felélezhetők, mondjuk mint a patkolókovácsok. Bizony, sány embernek elveszett a munkalehetősége. Vagy a szekérkészítés, vagy... Tehát olyan munkát, olyan lehetőséget nyújtana foglalkoztatásra is, ami mondjuk a falusi körülmények között adva van. Ugyancsak még visszautak az előző beszélgetés, hogy előtte beszélgettünk, hogy te mondtad azt, hogy nagyszerű oktatást kezdtek egy óvodába. Hogy ahol már egy ökógazdák, a gyerek még nem tudja, hogy az, csak hogy elültött a növény, nézni lehet, gyönyörködik benne, meg az iskolában, hogy légy szíves, beszélj egy kicsit erről, és utána, hát szerintem most is népszerűsítjük azt, hogyha van 3200, illetve jól mondom, annyi önkormányzat, vagy valamivel több, akkor keressék meg a Biokultúra Egyesületet, kérjenek segítséget, a honlapra is, fel lehet tenni a YouTube-ra, máshol is fel lehet tenni ilyen oktatóanyagokat, csak elég az iskába bekapcsolni egy ilyen nagyobb képernyőt, és ott lehet látni, hogy a kertben mit kell csinálni, és mivel, és a gyerek látja, tehát az általános iskolától kezdve. És tulajdonképpen csak annyi kellene, hogy legyen erre egy felhívás, vagy egy ötlet, már úgy értem, hogy a minisztérium részéről, hogy ezt javasolják. Na most gondolom, hogy itt a szaktárcák között kell azért egy kicsit egyeztetni, de pont a Biokultúra Egyesület, illetve most ugye a Sárközi Alapítvány van olyan pozícióval, hogy én szerintem, hát meg te polgármester is voltál, ugye, hogy ezt a javaslatot meg tudja tenni, mondjuk 3200 önkormányzat fele is, hogy gyerekek lehet egy ilyet, és akkor utána a kert az majd rendben lesz tartva, és nem vegyszerek lesznek, hanem ökogazdálkodás. Szóval erről, hogy te mit válsz, és hogy mit tudnál tenni? Vagy kinek kéne segíteni ebben? Én mindenképpen, vagy te kinek tudnál segíteni? Mindenképpen vallottuk azt, hogy a környezettudatos nevelést már egészen korán, óvodában kell elkezdeni. Az óvodáskorú gyerekek rendkívül tiszta gondolkodásúak és nagyon fogékonyak. Tehát, hogyha ott az óvodában már, és egyre több óvodában azért ez már megvalósul, hogy a komposztálás, tehát a elbomló anyagokat, szerves anyagot komposztra viszik, és ha ez a gyerek hazamegy, és azt látja, hogy a szülei vagy nagyszülei nem szelektív, de gyűjtik a hulladékot, vagy a kertjükben nem komposztálnak, akkor rászólnak a szülőre, nagyszülőre. És lehet, hogy az a szülő, nagyszülőt nem nagyon érdekli ez a gyerek, de pontosan azért, hogy ne rossz példával járjon elő, ezért igen, inkább megcsinálja ő is. Összekapja magát. Persze. Tehát... Hol volt ez a óvoda? Hát nagyon sok Magyarország óvodában ez már van, hogy ez van komposztálás, minden. Amiről korábban beszélgettünk, az Szabadkán volt egy olyan egyéves program, hogy óvodás gyerekeknek bioélelmiszerből készítették a reggelit, ebédet, uzsonnát. Meg volt szervezve az, hogy biogazdálkodók biztosították az alapanyagokat, tanfolyamot szerveztek az óvónőknek, tanfolyamot szerveztek a szakácsoknak, felszolgálóknak, hogy ismerjék meg azt a bioélelmiszert, amivel dolgoznak. És a gyerekeket elvitték gazdaságokba, hogy lám, ott termelik meg, onnan hozzák. Nyílt napokat, kóstoltatást szerveztek, és ez egy éven keresztül ment. Napi 3000 adaggal, oly módon, hogy az önkormányzatok is beszálltak ebbe a rendszerbe, oly módon, hogy a
az élelmiszernek az árkülönbözetét kipótolták. Tehát itt Szabadka környékén egy éven keresztül ez működött. Tehát azok a gyerekek nem csak az, hogy egy ízletes, jó minőségű élelmiszert fogyasztottak el, hanem megismerkedtek ennek az élelmiszernek az előállításával is. Tehát mi szeretnénk ezt a ott jól bevált módszert megismertetni és elterjeszteni itt is. Tehát ez a Kárpát-medencei szövetségünknek a egyik ilyen feladata, hogy például ezt a programot Szerbiába, Szabadkán vezették be. Most akik ezt csináltak, nem lehet ide meghívni, és akkor beszélgetnék vele, és akkor elmondom, és mutatná egy pár képet. Hát ezt csináljuk. Is, hogy igen, ezt csináljuk, hogy... Mert utána elég azt, hogy a hútelevízión néz meg, és akkor olyan, mint az iskolában előadás. Most például indul az ALMA program. Ott például javasoltuk, hogy a szervezők, a minisztériumi szervezők ismerjék meg ezt a programot, ami Szabadkán, tehát Szerbia és Horvátországgal közösen végrehajtott egyéves program volt, egy uniós támogatásból, hogy ismerjék meg, hogy mik a tapasztalatok, hogyan csinálták. De előfordulhat, hogy Kárpátaljáról vannak olyan jó tapasztalatok, amivel mondjuk egy burgenlandi közösséget tudunk megismertetni. Hát ugye a ALMA. Igen. Gazdá, ALMA-val foglalkozó biogazda barát. Akit ki is tüntett ezek, a Mutka egy nagyon kiváló ember. Elmondta azt, Debrecenből. Igen, persze, mondjuk ki. Ő kérlek szépen ott elmondta, hogy próbálkozott, hogy hogyan lehetne elérni, hogy a tetvek azok ne telepítgessék. Tetveket ne telepítsék a hangyákkal, egyik fáról a másikra lelkesen, és még bőrzik is, mondta, és ezzel zavarják a katicát. A hangja ott fegyveres őrként működik. És próbálkozott, mondta, hogy zsírral kettem a fártőzőt, ez azzal mindenem átmeztek, és a végén rájött, és milyen fontos egy ilyen dolog. Elmondta, hogy egérakasztó, így hívják, abban bekente, megszűnt ez a dolog, pár év múlva visszatelepetek, elszaporoltak a katicák, ugye nem a tetveket nem védték a hangyák, és azóta azt mondta, hogy kétszer permet ez egy ciklusban, és nem két hetente. Igen. És a másikat is elmondta, hogy ugye, ha teljes gyomírtást csinált, akkor a cserebogár pajorok elrágták az almafa gyökerét, mert 3-4 évig őt rágják. Van nyom, akkor azt teszik, jobban nézni nekik. Milyen egyszerű, tehát elég lekaszálni le lehet, ugye nem kell azért, hogy az égig érjen, de nem szabad kiirtani pár nevesszerre. Na most ezeket minden iskolában miért ne lehetne az interneten egy órán megnézni, hogyha az megfelelően elérhető. És de akkor 3200 önkormányzatnak kéne szólni, és én ezt javaslom, hogy szóljanak az iskolában, hogy ott lehet megnézni, vagy hogy vegyék ezt fel a programba, hogy a gyerek tanuljon gazdálkodást is. Tudod, hát egyébként főzni is kéne tanulni, mert sok mindent. Hát sok mindent kellene. Mert úgy jön neki, hogy nem tudom, hogy mit tanult. Mert például megtanultak nullával szorozni, közben eltűnik mind az egyenletben, csak úgy mondom. Úgyhogy mi szeretnénk fölvállalni azt, hogy a Kárpát-medencébe a mezőgazdasági kézműves hagyományokat összegyűjteni, föltenni. Amit te is mondtál, ezeket a tudás, ezek is hozzátartoznak a gazdálkodás tudás anyagához. De akár jó ötleteket. Piris Csabán most már 7. éve működtetünk egy bioklubot, ahol az legkülönbözőbb foglalkozású és korú emberek jönnek össze minden hónap első szerdáján, kis közös beszélgetésre, vagy előadásokat hallunk, és kicseréljük egymással azokat a ötleteket, információkat, ami segítheti a másik gazdálkodását. Például ismert, hogy a télre vett burgonya már tél végén egyre jobban csírásodik. Hogy ebben mit lehet? Mindenkit ugyan le kell csírázni. Ugyanakkor az is ismert, hogy a komposztálásnál a dió vagy gesztenye levél az nehezen komposztálódik. A tévhittel ellentétben azok is komposztálhatók, csak sokkal a nehezebben, mert van benne csírázás gátló anyag. Az 2-3 év múlva lebomlik. Na most egy 80 év fölötti különben foglalkozására nézve cserépkályás mester
az elmondta, hogy ő pincébe a burgonyáját dió vagy gesztenye levéle takarja be. És teljesen logikus, mert akadályozza a csírázást. Tehát ilyen apró ötletekkel. Képzeld, ezt az óvodában már hallja a gyerek, akkor nem fog más csinálni, nem, nem hisz az egyszerekbe, és nem, nem igen. Tehát valahol, tényleg, ezt te mondtad nekem, mert én az általános iskolában gondolkoztam, itt teljesen igazad a óvodában kell, hát én is rájöttem, hanem az unokkám is boldogan ültetti az árvácskákat három éves korában. Igen, szóval. Igen. És tetszik is nekik, és nagyon utána komoly, szeretik. Nagyon komolyan veszik, tehát, egész életében. Igen. Tehát megvannak azok az ismeretanyag, ami óvodában ezeket lehet. Volt egy alapítvány, egy svájci szervezési alapítvány, ami kiadott ilyen füzeteket, hogy óvodában komposztáljunk. Tehát az óvodai nevelésnél az ökológiai gazdálkodásnak a fortéjait, a bioélelmiszereknek a egészségesebb volt, tehát azt már abban a korban el kell kezdeni. Egyetértek az, hogy tudásközpontok is kellenek, de most vannak tudásközpontok, és a gyerek meg tanulja, ha nem azt tanulja, amit kell, és haszontalan lesz. Egész életében nem fog hozzányúlni sem merni, mert hiszen más már ért hozzá. Igen. Nagyon jó ez az óvoda. Tehát azt mondom, hogy ki kéne használni az információs világnak a mostani lehetőségeit, az internetet, filérekké lehet már filmeket készíteni. Tehát most csak úgy kérdezem, hogy a biogazdák, akik ott voltak, be tudnak mutatni filmet, hogy ők hogy csinálják? Most legyen az tejüzem, vagy akármi, vagy van film, mert akkor hozzuk el ide, föl lehet tenni a Hun TV-re, és ott is lehet nézni. De ha nincs, akkor például azért tettem egy javaslatot, hogy kérdezzük ki az időseket, mert te is mondtad, hogy idős ember jött rá. Miért jött rá? Valószínűleg ő még emlékezett valamire, ugye az ő apjától, a nagyapjától, és az a 150 éve ezelőtt is lehetett az, amit ő áthozott, ugye. Hogy kérdezzük már ki az embereket, van ez az automatikus pszichológikai analízisnek nevezett programon. Fősorolja, hogy mit tart fontosnak az idős ember, fősorolja, hogy mivel lehetne azokat biztosítani. Számítani csak azt kérdezi, hogy ezek közül, ami fontos, meg amivel lehet biztosítani. Milyen kapcsolatban vannak, ez egy nap alatt el lehet végezni, és utána van egy komplet anyag, egy dokumentum, tehát kiérték, hogy mi a fontos, mi a biztos, mivel lehet megalapozottan. És akkor átörökíteni nem csak az unokáira, hanem az összes óvodára és az összes iskolára, mert én látom, hogy nálam is, nekem is ez probléma. Én azt hittem, hogy valahol megcsinálom Abáczalkon, Mezőegyesen a nagy méréseket, akkor nagyszerű. Hát 3200 település van. Szóval nem gondolkoztam ebben, és most jöttem rá, hogy azonnal nem pénz kell, nem úgy kiadni a könyveket, hogy majd abból majd bejön, nem. Könyveket kiadni, és kitenni az internetre, és már úgyis megveszik, és sokkal többet fognak venni, akkor, hogyha egy az egyben e-mailre tovább küldhetők a könyvek. Szóval azt szeretném, hogy még ha elmondanád, hogy körülbelül hány ilyen könyv van, amit ma ti ugye már kiszoktatok tenni ott, mert máshol nem nagyon lehet látni ezeket, ugye? És hogy lehet-e ilyen, hogy ezeknek megvannak-e azok a szerkesztési ugye anyagaiban, most már mindent majdnem számítógépben, csak amit például interneten ki tudnátok tenni, hogy tanulni lehessen belőle. Éppen most fejeztem be a magyarországi ökogazdálkodás irodalmának az összegyűjtését, és abban benne van, hogy összesen hány olyan könyv jelent meg, amelyik ezzel foglalkozik. Ez a honlapon fönn van, tehát már a korábbi is fönn van, a 2007-es és most a 2012-es kiegészítettem. Illetve az alapítványunk, a Sárközi Alapítvány megcsinálta azt, hogy a Biokultúra újságnak a 30 év megjelent példányait tematikusan feldolgoztuk. Tehát például az, hogy mondjuk tönköly búzatermesztés, akkor kijön 50 cikk a tönköly búzáról. A tönköly búza fülében 50 annyi káliumon is mérgező, csak hogy megint két dolgok ezt mondani. Ja, igen. Mert a hagyományos búza, van konkrét lapon. Vigyázni. Igen. Na, akkor még egyszer nekifutok. Tehát, de mert csak te kérdezik. Igen. Csak tényleg hát, ha a pillanat, azt szeretném kérdezni, hogy
A tartalomjegyzék is hozzáférhető, ezeknek az nagyon fontos. Igen. Tehát a cím az általában az nem ér annyi. A tartalomjegyzékből már lehet tudni, hogy mi van benne. Tehát ehhez mind... Egy előszót. Igen. Az ötlet az nekünk is megvan, de a megvalósításhoz ember kell és pénz kell. Na most akkor még Veres Tibor barátom, aki agrármérnök és falurádió riporter volt 15 évig, és egyébként média szakember minden szakértője, hogy felajánlotta, hogy ez a kikérdező program, a kikérdeznék az időseket falun, és nem jutott túl a miniszter úr titkárságán ezzel. Ez szörnyű. Szóval majd mikor... De mikor... mondjuk ehhez is, most olyan gondold el, kell egy ember, az is valamiből meg kell, hogy így jön. Most munkanélküli, már évek óta. Kell, hogy elmegy gépkocsival, neki is étkeznie kell. Persze. Tehát ezek elméletileg nagyon szépek, de amikor azt mondod, hogy meg kell csinálni, akkor beleütközöl abba, hogy kell egy ember hozzá, annak vannak költségei, az egészet rendszerezni kell. Értem. Tehát ahhoz, hogy mi a romániai Bioterrának a magyar nyelvű újságját és a magyar biokultúra újságnak a összes cikkét tematikusan feldolgoztuk, az egy embernek egy éves munkája volt. Persze. De most azért belegondolok, hogy mondjuk, mikor leégett a sportcsarnok. Én beszéltem olyanok, akik az építőmérnököt ismerték, és azt mondta, hogy 10 millió ér, meg 10 milliárd életet volna rendben, azt 20 ér ugyanezt, és valami 64-ért csinálták meg. 44 milliárdból meg lehetett volna odan ezt, amit mondasz. Kik voltak felelőssége? Van pénz. Én azt látom, hogy itt akarat probléma van, a másik egy kommunikáció probléma van, hogy minisztériumban meghallgatják, és akkor annyi. Igen, sajnos azért próbálunk mi most ezen az úton haladni, és visszatérve, mert mindig kicsit kizökkenünk. Hát egy kizökkent. Hogy például célul tűztük ki azt, hogy azokat a videófilmeket, amit kérdeztél, csak azért, hogy maradjunk a sinen belül, csak a Biokultúra Egyesületnek van több mint 100 videófilmje. Marosvásárhelyen a Boros Csaba barátomnak, aki a Marosvásárhelyi Biokultúra Egyesületet vezeti, neki van 150 videófilmje. A Bioterrának nagyon profi módon elkészített szakmai filmanyaga van, mert a Bódis András, ő riporterként dolgozott a civil szférában, agrármérnök és riporterként. Most ezeket a filmeket szeretnénk összegyűjteni, digitalizálni, és akkor, amit kérdeztél, hogy vannak-e ilyen filmek, hogy a gazdaságban bemutat-e, akkor ezeket szintén lehet tematikusan szétválogatni, hogy ez most oktatási, óvodai programra, gazdának, feldolgozás, vagy főzés-befőzésnek a... Tehát itt a Kárpát-medencéből, hogy olyan óriási tudás anyagot tudnánk összegyűjteni a régi hagyományos gazdálkodásnak a módszer, kikérdezni. És a legegyszerűbb, legolcsóbb dolgokat megmondani, ami nem teszi mérgezett az ételt, és még a lejártó idők lassan, elnézést, tehát mi beszélgethetünk máskor is ugyanitt is. Azt szeretném, hogyha elmondanád, hogy hogy tudnak téged elérni, akik érdeklődnek, tehát amit akarsz ebből, amit tudsz, akkor, aki, hogy a honlapon gondolom, majd nem minden megvan, de akkor még egyszer, igen, még egyszer elmondanám a két honlapunknak az elérhetőségét. Az egyik az a Sárközi Bio, egybe Y-nal, sárközibio.hu. Sárközi van Y-nal, nem a Bio. Sárközi, igen, természetesen. A másik pedig a kárpátbio.hu, az a Kárpát-megye szövetségnek a honlapja. Engem pedig el lehet érni a Piris Csabai telefonszámon, 26-os körzet, 373-743-as telefonon, illetve az alginit@freemail.hu e-mail címen. És mindenki részére szívesen állok a rendelkezésükre. Hát én nagyon javaslom, hogy vegyék föl a kapcsolatot veled, illetve a Sárközi Alapítvánnyal, és segítsenek ezt az információs hálózatot kialakítani, mert mégis ez egy hálózat lehet, oda-vissza lehet ugye működni, elérhetők a dolgok,
de ha valaki valamit nem tud, hogy mi kell hozzá, megmondják neki. Szerintem a biogazdák is szívesen akár bemutatják, szóval meg lehet velük beszélni, azt látom, mindenki nagyon rendes ember volt. És valahol én azt mondom, hogy a családi ökogazdálkodás nem valósulhat meg a hazaszeretet, de másképp nem, és úgy végezettünk, mert beszéltünk erről. Találtam a Palasz lexikon, nagy lexikonban, 1800-as évek végén kiadott Palasz lexikonban egy megfogalmazást, hogy mi a hazaszeretet, és én szerintem ez még nekem is újat mondott, mert ugye én is hát így értem. Hallgassuk meg! Hát ugye nem vagyok, nem tudom olyan szépen fogosztani, hogy így lenne, de azért felolvasnám. És hát akkor ezzel zárnánk ezt a megbeszélést. Tehát a következő, mi a hazaszeretet? A hazaszeretet a hazához, annak földjéhez, lakóihoz, nyelvéhez, emlékeihez érzett ragaszkodás, mely hasonlít a szülők iránt érzett szeretethez, és tettekben is megnyilatkozik. A haza iránt való kötelességek teljesítésében szükség esetén saját érdekeinek a legfőbbeknek is az érte való mellőzésében, önzetlenségben, odaadásban, önfeláldozásban. Az egyesekből az együttélés, a vérrokonság, a közös nyelv, a lassan kifejlődő közös érzés, közös gondolkozás, közös erkölcs, szokás, közös történeti sors, közös szenvedések és örömek népet alkotnak. Azaz, olyan közösség jön létre, amely nélkül az egyén semmi, amely az egyére évezredek kultúrái munkájának eredményeit származtatja, melyben az egyén erejének fő forrása van. Ösztönszerű viszonzása a sokféle jótéteménynek a haza iránti szeretet, amely tudatossá téve az erkölcsi erények legfőbbike. Csak nagy nemzeti hanyatlás korszakába gyengül ez az érzés, és lábra kap az önzés, az egyén elszigetelődése, elzárkozása a közönség előtt, közösség előtt, a magánérdek kielégítésének a hajhászása, a hazaszeretet szóval vallása és tettei megtagadása. A hazaszeretet érzésének gyengülésével a nép erkölcsi ereje is gyengül, összetartozása lazul, képtelenné válik nagy fellendülésekre, nagy tettekre. A nemzetek akkor bomlanak fel, amikor a hazafiasság érzése nem védi meg többé őket a nagy megpróbáltatások idején, és én szerintem most vannak a nagy megpróbáltatások, és ezt 1800-ban írták, azokkal még én adták ki, bocsánat, 1900 elején. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel zárhatnánk, és próbáljuk meg ilyenek lenni. Köszönöm a beszélgetést! Köszönöm szépen!